NB1-es futsal csapatunk a Veszprém otthonában kezdi meg a felsőházi rájátszás küzdelmeit. Az alapszakaszt megnyertük, így pont előnnyel kezdjük ezt az etapot, de vezetőedzőnk is felhívja a figyelmet a tényre, hogy ezt az előnyt győzelemmel tudjuk megőrizni. Bajnokság, tudom, hogy van három rész. Első rész az alapszakasz, és nagyon csináltunk, első pozícióban befejeztünk a tabelában, de mindenki tudja, hogy most az új szezon, csak egy picit előny kaptunk, mert jól csináltunk alapszakaszban, de az új szezon, mert az előny, ha pénteken nem nyerünk, akkor nincs előny, és ez ha nyerünk, akkor sokkal semmit az előny, amit csináltunk alapszakaszban, akkor remélem, hogy nagyon jól leszünk pénteken. Látom egyszerűen, hogy a játékosok tudnak, és nagyon jó voltunk egyszerűen, és figyelünk a pénteki meccsre, és remélem, hogy tudunk jól kezdeni rájátszásban. Az elmúlt időszak nehézségeit követően már teljes létszámban készülhetünk az összecsapásra, vezetőedzőnk pedig bízik benne, hogy ezt a pályán is maximálisan kamatoztatni tudjuk majd. Szerencsére, hát a nekünk nincs a válogatott, akkor együtt tudtunk edzeni a egész hét és múlt héten is, és az nagyon számít, mert utolsó két hónapban valószínűleg 10 nap maximum együtt voltunk, akkor az biztos, hogy így jobban tudunk tervezni a pénteki meccs, és remélem, hogy ezt tudunk mutatni a meccsen. Dávid Richárd erős ellenfélként tekint a Veszprémre, szerinte a támadásunk hatékonysága és a koncentrált védekezés dönthet a három pont sorsát illetően. A Veszprém idén egy nagyon erős csapat, nagyon kiegyensúlyozott mérkőzéseket játszik szerintem. Én nagyon nehéz mérkőzésre számítok, hiszen tudjuk, hogy az ő otthonukban nagyon nehéz játszani, mert valamiért olyan érzésem van az embernek, hogy mintha egy ilyen gladiátor arénába kerülnénk be. Az alapszakasz első mérkőzésén is nehezen játszottunk ellenük, illetve nagyon agresszív játékerőt képviselnek. A fő erősségük az a védekezés, illetve a kontrajáték. Szerintem oda tudunk figyelni támadásban, illetve a mi védekezésünk rendben lesz és koncentráltak leszünk, akkor úgy gondolom, hogy sikeresen tudunk Veszprémből eljönni. A Veszprém futsal elleni mérkőzésre február 11-én pénteken 18 óra 30 perckor kerül sor a március 15-e úti sportcsarnokban. A találkozót a tervek szerint élőben követhetik szurkolóink a Veszprém futsal YouTube csatornáján.